ahogy azt az elmúlt 48 órában is láthattuk, Brüsszel gőzerővel gyártja az újabbnál újabb migránspárti javaslatokat. Mindenáron át akarják erőltetni a migránsvízum ügyét, és nem csak a határvédelmet akarják elvenni a tagállamoktól, hanem most már Brüsszel akar dönteni a menekültügyi eljárásokról is. Az Európai Parlament szélsőségesen bevándorláspárti Libe bizottsága ezeket a javaslatokat tette le most az asztalra. A migránsvízum azt jelenti, hogy mindenféle előzetes ellenőrzés nélkül már az EU-n kívül papírt akarnak adni a migránsok kezébe, hogy szabadon beléphessenek az Európai Unióba. A brüsszeli migránsügynökségről szóló javaslat pedig azt jelentené, hogy Brüsszel simán felülbírálhatná egy tagállam döntését arról, hogy kit enged be, és kit nem. A mostani brüsszeli vezetés minden egyes lépése arról szól, hogy még több migránst engedjenek be Európába, és még több hatalmat akarnak maguknak. Úgy van ez, ahogy az a soros tervben le lett írva. A tempóból az is látszik, hogy még az európai parlamenti választás előtt tető alá akarják hozni ezeket a javaslatokat, bebetonozva a bevándorláspárti mechanizmust az Európai Unió működésébe. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői mindkét javaslatot elutasítják. De a legfőbb védelem az lehet Európa számára, ha ezt a bevándorláspárti brüsszeli vezetést tavasszal lecseréljük, máskülönben automatikus lesz a migránsok beutaztatása.